Szeretettel és áramló melegséggel köszöntöm mindazokat, akik engem, minket néznek ma. A szeptember 5-én induló Szeretem az ötleteimet online kurzusom 8 és egyben ebben a formában utoljára fut majd a fókusz a karriermódosítás. Általam tisztelt és szeretett emberekkel beszélgetek néhány villámkérdés mentén erről a témáról. Itt van velem dr. Karafiát Balázs, PHD, aki nagyon egy ideje, nagyon együtt rezeg a témáimmal is, én is az övével, sokszor találkoztunk már személyesen és online is. Nagyon köszönöm, Bali, hogy elfogadtad ismét a meghívást Tudom, hogy nálad ez a szó karriermódosítás fedősztori, lehet, hogy itt is ide jutunk majd a végén. A három plusz egy kérdésem közül a plusz egyet teszem föl. Három vagy néhány szóban, hogy vagy, drága? Nagyon jól vagyok, köszönöm. Itt még mindig itt vagyok, Monoszlón, a Balaton felvidéken, a gyönyörű időbe, és éppen a saját kurzusom indításán tevékenykedem. Na, majd ezt is megemlítjük a végén. Köszönöm szépen. Na figyelj, neked volt-e karriermódosításban részed, és ha igen, akkor mi volt a kontextus? Volt ö, ö, karriermódosítás többször, tehát én egy, egy karrierszédelgő vagyok, Általában ráadásul ilyen 8-10 évvel a, a magyar helyzet előtt nemzetközi trendekre rezonálva dolgozom, és felhagyok a tevékenységgel idő előtt, mert hogy nem ér még ide, és amikor 8 éve elkezdtem, ahogy én hívom, emberezni, tehát amikor a kommunikáció mondjuk a nagy területről a, a emberekkel való foglalkozás felé fordultam, akkor megígértem magamnak, hogy nem váltok. Többet nem váltok. Most kitartok itt, és, és tolom, ameddig csak jó. És ugye azt mondod, hogy ember ezzel, hát ez önmagában 60 karrier lehetősége. Szóval, hogy, szóval hogy ez egy olyan, mint egy ha egy jól sikerülő hosszú kapcsolatban ugyanazzal a férfival több kapcsolatot megész, akkor ez egy nagyon szerencsés dolog. Mond, dolog. Ma emlegettem az Eszter Perelnek ezt a mondását, a legjobb az, hogy öt házasságon ugyanazzal a partner. Pontosan, ezt ő, ő, szokta emlegetni, ez nagyon sok előadásában, én is hallottam. Ugye most jelenleg Transformational Coach és Purpose Trainernek hívod magad. Purpose Mentornak. Purpose Mentornak hívod Köszönöm. magad. Az érdekelne... A kócsnak nem... hívtam magam korábban, de rájöttem, hogy ez igazából nem coaching. Tehát ez coachingnak hívja az amerikai coachom, aki ezt a programot megalapította, és már, már több száz coach dolgozik ott, több ezer, azt szerintem már tízezer boldog kliensel, de nem, ez nem coaching igazából, ez egy út, amin, amin mi is végigmentünk, és mi is mentorálunk másokat, hogy hogyan mennek végig. Igen, pontosan ezt hallottam benne, hogy a két szót differenciáltad, hogy egy hosszabb kísérésben viszed végig, vagy egy hosszabb kísérés formájában a vezetőidet, vagy az aktuális klienseidet, Ugye én követem több módon a tevékenységedet, és nagyon-nagyon együtt rezdülök vele, azzal is, hogy a nemzetközi trendekkel, vagy akár az előtt méz, és nagyon-nagyon aktuális, és, és, és jelentőség teljes az, amit csinálsz. Drága Bali, a második kérdésem, az picit követve az előző gondol gondolatmenetet, az az, hogy, hogy hogyan zártad le az előzőt, amikor karriert váltottál? Ugye említetted, hogy volt egy, egy nagy leállás, is, vagy bár, és aztán azóta emberezel, de ugye az emberezés emberül is valószínűleg többféle módon emberezel már. Tehát, hogy tudsz esetleg olyan konkrétumot mondani a hallgatóknak, amivel lezártál, és hogy mi segített az új tevékenységnek a megtalálásában? Tehát vannak esetleg ilyen konkrét barométerek belül, kívül. Ez főleg belül van, igen. Tehát Aha. én nekem szembe kellett néznem azzal, hogy figyelmen kívül hagyom a, a testem intelligenciáját, tehát a, ezt a body mind-ot, és, és, a, és a, a három intelligencia helyett, ugye a fej, a, a szív és a gat, és, és az, hogy magyarul a, a zsigerek. A, a higer, igen, igen, zsigerek. zsigerek. Közül én csak a fejemre hallgattam, és és már a, már a kommunikációs karrieremnek nem is a végén, már az elején, a közepén is volt olyan, hogy, hogy nem volt kedvem munkába menni. Nem, de rendszeresen előfordult, hogy most tényleg ezt kell csinálni. Nem, ez, nem, és ezt mindig ilyen lustaságnak címkéztem, az egyik kedves partnerem ezt nyavajgásnak címkézte, tessék menni csinálni a dolgodat, tudod, ez a man up and do your thing, ez a vonal. És amikor, és amikor már ott tartottam, hogy már, már ebből meg is gazdagodtam, és, és már kint voltam a, a völgyben, és meg is alapítottam a következő cégemnek a lányvállalatát, szintén marketing területen, és már ott volt, hogy, hogy az ügyvezető azt mondta, hogy oké, okay, ebből csinálunk egy ilyen több száz millió dollárt érő céget, vegyünk be befektetőket, 50-50-ben UNI megcsináljuk, akkor megint úgy éreztem, hogy ahelyett, hogy ugráltam volna az égig, és, és nem győztem volna a sorsnak hálálkodni, rosszul éreztem magam. Lelombolva, letörve. És, és, és hát ekkor, ekkor azt gondoltam, hogy, basszus, hogy ha az út elején ezt érzem, tehát érted, itt vagyok most uh, uh, San Francisco-ba, és akkor most aláírjuk, uh, megtaláltam az embert, uh, aláírjuk, akkor mi lesz, mi lesz, amikor nehéz lesz? És rájöttem, hogy egyszerűen nem tudok a Matrix bajon több coca lehet értékesíteni. Balint... Hát egyszerűen nem, 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 nem tudom magam rámenni. Oda-vissza borzongok, tehát ez nagyon-nagyon bátor szerintem ezt így hallani a te szádból, és hiszed vagy sem, ebben a sorozatban négyen vagytok férfiak legalább ketten számoltak már be hasonló érzetről. Tehát, hogy ezt így kimondani, hogy ott a nagy biznisz, és mégse. Ez elképesztő nagy bátorság, és szerintem azok, akik hallgatnak minket, és esetleg ilyen helyzetben vannak, szerintem it's high time to pay attention to your guts voice, to your inner, inner voice. Szóval, hogy épp nagyon-nagyon nagy ideje van annak, hogy hallgass azokra a bizonyos belső hangokra, vagy a zsigeri érzetekre, amiről itt Bali is beszél. A másik oldalon, ugye ekkor én mit csináltam? Gyorsan elmentem tulajdonképpen egy éves Szebetik erre, és a, és a, és a Harley Davidson-on motoroztunk a kaliforniai yes. tengerparton az akkori barátnőmmel, későbbi feleségemmel. És és mi történt? Az történt, hogy rám talált egy lehetőség az ottani kinti terapeuta, egy, egy öreg jungiánus, egy 80 éves Jung János belvárosában elképesztő kilátással, aki még akkor vette a lakást, amikor még az megfizethető volt, ma már ő se tudná Igen, a persze. fizetét se kifizetni. Azt mondta, hogy figyelj, neked nagyon jó az orgánumod, meg az akcentusod, de nem gondolkozol, hogy hipnoterapeutaként ah. dolgozol? Valószínű. Mondom, hogy nagyon ízgi nekem, Én rengeteget olvastam akkoriban arról, hogy a tudatos tudatalatti integráció hogyan segíti a belső munkát, és, és még javasolt is Kérdeztem, hogy tud valakit mondja. hogy nem ismeri ezt a David nevű embert, de de, de azt hallotta, hogy normális a figura. És gyakorlatilag ez indította engem 14. októberében, tehát, tehát gyakorlatilag majdnem pontosan Nyolc éve ezen az utamon, és az ott ahogy pont, ahogy mondtad, kiártam különböző iskolákat, itthon, Amerikában folyamatosan fejlődöm, ez a lifelong learning, ez itt is folytatódik, de most szigorúan tartom a, a területet. Az emberek. Hát, jaj, ha már valaki hallott minket Balival beszélni, nem először csináljuk. Tényleg van egy ilyen hipnotikus hangulat az egésznek, ahogy beszélsz, és ez ugye voice coach és énekes coachként azért is nagyon érdekes nekem, hogyha, hogy, a te mentorod az orgánumodból indít, és az orgánum az nem csak egy ilyen adottság, hanem ott valami a hangodon keresztül valamilyen lélekre ható dolog, behatoló vagy lélekre igen, lélekre ható dolog az ott meg tud jelenni, és ezt én mindannyiszor tapasztalom veled, amikor beszélgetek, és remélem, hogy a hallgatók is, hiszen hát ez, azért a... Kértem, hogy, 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 hogy csináljunk egy, 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 voice coaching session-t végre, mert hogy, na, oh, ja, hogy igen. hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan, lehet ezt majd tovább fejleszteni, mert ugye azt vettem csak észre, hogy nagyon sokan elalszanak az előadásaimon, a mondjuk a kommunikációs, meg memetika, meg egyéb témákba, és akkor, és akkor mondtam, hogy hát igen, ez egy nehéz téma, meg valószínűleg ez a monoton előadás, ez nem nem segíti az maradás, és akkor ebből most hogyan tudok előnyt kovácsolni? I'm your girl. <laughs> Miután letettük mondom is, hogy mikor, de előtte még feltenném neked a harmadik kérdést, ami persze bele, -bele válaszoltál már, hiszen olyas, olyasmi tevékenységét csinálsz, ami nagyon is szorosan összefügg az mert hogy nekem lett egy állításom, amely a harmadik kérdés bevezeti. Azt gondolom, hogy az aktuális munkánk, tevékenységünk az pontos tükre annak az önismereti szintnek, ahol éppen tartunk. És hogy az a kérdésem, hogy mit gondolsz erről, és hogy te pontosan honnan tudod, hogy önazonos vagy önazonosabb vagy az előző szinthez képest abban a tevékenységben, amiben éppen leledzel most. Hmm, de izgi. Ezt majd még ízlelgetem. Jó. Biztos, hogy van összefüggés. Tehát, hogy mondjam, korreláció biztos van, kauzalitást az biztos, hogy van részben. Azt e, az nem tudom, hogy okokozati összefüggés igen. is van-e. Az lehet, hogy az egyik a tyúk és a másik a tojás igen. vagy Na jó, van, így, így elfogadom. El? Igen, igen, okay, igen, okay. igen, igen, igen. Abszolút, tehát az, hogy... Ugye például ugye az, hogy én nem, hogy, hogy nagyon komoly önismerettel szabad csak emberezésbe belefogni, az, az, az annak, a, a annak az egyszerű oknál fogva van így, hogy különben bevonódsz. Tehát különben, hogyha valaki olyan dolgot hoz, amiben, amiben te még nem vagy megdolgozva, abban bevonódsz. És ez különösen azért van így, mert, mert aki feladja az irányítását a munkájának a, a magasabb régiók felé, és azt mondja, hogy, hogy az jöjjön hozzám, akire, akine, akinek, rám van szüksége, az azt is megkapja, hogy az jön hozzá, akinek, akire nekem van szüksége. Tehát, hogy, tehát, hogy az érintettség az mindig ott meg lesz, tehát minden kliens hoz nekem valami, de hogyha én nem vagyok megdolgozva, akkor ezt nem megköszönöm, mm és azt mondom, hogy na, ezzel nekem is van dolgom, mi is a dolgom, hanem akkor berántódom, bevonódom, és hirtelen már nem róla szól a szeszen, hanem róla. Transferencia, trans, trans, transferencia Igen, így van, tehát dupla, 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 dupla transferencia. <coughs> és, 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 akkor az, akkor az, az, az megnehezíti a, a, folyamatot nyilván, és akkor ott intézkedni kell. Tehát ilyen szempontból ez biztos, hogy, a, hogy, hogy, ez így van, tehát ez korreláció van, így van, hogy nem lesz például valakiből jó kócs, hogyha nincsen megdolgozza, és ez különösen abból a szempontból necces, hogy, hogy mennyien vágnak ebbe az ügybe bele, meg, meg, dolgozatlanul, megjegyzem egyetemmel, vagy egyetem nélkül, ugyanúgy ez fönnáll ez Persze. a probléma. Tehát, hogy sajnos ebben nem nagyon segít most a felső oktatás. Igen, azt, azt én nem is annyira tudom, én azt tudom, hogyha öt, nem tanítanék öt éve online, akkor nem lennék ma ilyen jó. Ha nem tanítanék heti 6-8 órát, és nem tanulnék heti 10 órát, erről a témáról, akkor nem lennék ilyen jó, tehát az én egyik alapvető elmondatom, hashtagem, hogy dolgokat tanulni csinálva lehet, tehát hogy amit itt mondasz, hogy ez a fajta határtartási gyakorlat, hogy a transferenciának legalább valamennyire gátat szabjunk, ez csak csinálás közben derül ki, tehát hogyha jól számolok, a te gyakorlatodban, praxisodban is már inkább több ezres az a kliens távora, akivel dolgozol. Így van, nagyon. Én is, amikor a, például beköszöntött az a Zoom, ra költözés ugye a, a, két éve, vagy két és fél éve, akkor, akkor én nagyon örültem, mert én már akkor öt éve Zoom-on dolgoztam, és, 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 végre a hajlandóak voltak a magyar kliensek nem, nem, tudom utazni 45 percet, hogy találkozzunk, hanem rájöttek arra, hogy Balázs, ez, ugy, ez ugyanolyan jól működik, mondom, ezt, mondom, ezt mondom, évek óta. Persze, annyira jó. engednek, meg, hogy ide idézzem az egyik legjobb barátom, Halácsi Péter idézetet, ide és hogy végre beköszöntött az a világ, ami neki tök jó, hogy introvertettem, lehet zoom, találkozzunk zoomon, és nem kell adnám el, is adom. Figyelj, Peti, lehet, hogy én is teljesen introvertált ember voltam mindig is, csak <laughs> ez most így a Covid adta meg nekem rá az engedélyt, hogy tényleg az legyek, szóval ez itt tök jó. Balikán, van azt a viccet a szoktam mondani a Covid-ra, a... hogy, hogy engem egy, egy dolog zavarta a karanténban, mindig túl sok az ember. Igen. Igen. Fú, ezzel is nagyon együtt tudok menni. Esetleg... a, monoszlói remete, teljesen, teljesen kijött ki a, ki a, remete részem. Igen, nagyon jó ez a kő mögötted, meg a szívecske a hűtőn, gondolom a kislányodtól való, szóval <laughs> <laughs> nagyon. Esetleg ilyen konkrét, önazonosságmérő, barométer, munka kapcsolatban, ugye említetted azt, hogy nem jó bemenni, van-e esetleg ennek ilyen ellentétpárja, amikor így helyeden vagy azt amit szeretsz, van esetleg, amit konkrétan meg tudsz figyelni? A, leg, a, a leg, legfontosabb szerintem, amit mindenkinek érdemes figyelni, és ajánlom, mert hogy nem én találtam ki, az Jungmesternek Jung a szinkronizatásoknak a figyelése. A legkülönbözőbb módon ennek a logolása, tehát a felírása, a mert, az... mert gyakorlatilag ugye mi történik, amikor rágondolok a beára is felhív, vagy amikor ránézek az órámra és 4 óra 44 van, vagy, vagy a a, a bejön egy olyan e-mail, ami pont valahol arról szól, amiről én foglalkozok, előkerül valami olyan dolog, ami jé, valaki azt mondja, hogy hallottál le arról, és az pont oda kell, kedvencem volt egy röviden, egy nagy projektbe dolgozom, hagyományos eszközökkel, leülök két 22 évessel, aki közli, hogy ennek az AI automatizált dolgával foglalkozik. Tök random, érted? Tehát, hogy soha nem találkoztam még az emberrel, ugyanabbal a rész problémával foglalkozik, mint ez hogy? Érted? De. Tehát ezek, és ezek, azt, ezek nekem mindig, tehát akkor húzok egy strigulát, hogy egy kicsit olyan, mint ott, hogy amikor a, mi, a, mi egy jó, mondjuk a, a wakeboard, vagy tehát valahogy síjelés, tehát valahogy benne vagy abba a groove-ba, ami, ami jó irányba megy. És akkor, és akkor nem, és nem karcolod azt, hogy érted, hogy bob, boppálja, érted? És akkor nem karcolod azt, érted, és amikor, és amikor el, és akkor Tudom, hogyha én most már egy kicsit durván sem, amikor azt látom, hogy mit tudom, 3 óra 32 van, akkor hm, kicsit sietsz. Lassíts, lassíts. Imádom. Kicsit, Éváldo. kicsit már ez, ez, már durva, de de, 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 tényleg, mert olyan, olyan tehát mint hogyha ez, ez tényleg az és tulajdonképpen ilyenkor annyi történik, hogy a, a belső világ és a külső világ szinkronizálódik. Annyira jó. És, ez, és ez, ez egy nagyon fontos jel, és ez, ez, tulajdonképpen, amikor ugye lépsz és megjelenik a következő lépőkő előtted a, nem tudom, a, 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 vagy a, vagy a, parton. Tehát, hogy én ez, nekem ez az egyértelmű, univerzális jel, amit szoktam javasolni a kliensnek, is, hogy ezt írják. Tehát írják föl ezeket, jegyezzék föl, és akkor, és akkor, itt valahogy ebből érezni fogják, hogy, hogy valahogy az univerzum támogatja őket a, a, a mindennapi útjukon annyira köszönöm, Bali, hogy az orgánumodat ezeknek a szavaknak a kimondására használtad most, mert szerintem elképesztő fontos ezt a fajta ilyen ezt, az, ezt, a, ezt a szemléletmódot behozni akár bizniszépítésbe, vagy ötletmegvalósításba, vagy akár karriermódosításba is, amiket most mondtál, hogy szinkronicitás, figyelni, hogy így van egy ilyen rend a világban. Ez, ez nagyon-nagyon jól esett hallgatni, és nagyon szépen köszönöm. És akkor a végére még hadd mondjam el, hogy ha már szinkronicitás, mielőtt beléptem hozzáad az omba, átküldtél egy üzenetet, hogy indul a te új online kurzusod. Tadám, Trigger Free Life! azaz, hogy mondják ezt, magyarul a triggert, hogy fordítjuk az a puskának, az a meghúzó izékéje, az ravasz, mit? Trigger, de, de hogy trig, triggernek hívják a pszichológiában is. Igen, ez ugye a pszichológiából átkerül, de egyébként a trigger, csak hogy tudjátok, az a ravasz, és hogy ugye az én egyik legfontosabb kapcsolatom az elmúlt tíz évben dr. Máté Gábor barátsága, akivel szintén zoomolunk, ugye zoomolunk, mert lehet, és hogy ugye ő hivatkozik nagyon sokszor erre, hogy a trigger az nem az a kicsi izé, nem az a kis ravasz, ami egy ekkora kis darab műanyag, vagy vas valami, ami ugye azt irányítja, hogy a töltény ki tudja jönni, hanem az a töltény, ami ott fölrobban. Tehát a trigger ez egy pici dolog, tehát rám néz így a párom, és én ordítok vele. Nem a ránézés a hiba, hanem az, amit az a ránézés robbanó puska töltényként igen. maga után volt. Szóval, hogy amikor elolvastam a kurzusodat, akkor, vagy kurzusod címét, akkor azt mondtam, hogy ú, Bali, gyorsan leisítem, hogy ez igen, Balikám, ez, ez nagyon nagy ígéret, és nagyon komoly munka fog ebben a kurzusban zajlani. Trigger igen. free life, hogy azt a tudatosságot megtanulni, hogy aha, ez itt egy, ez itt egy trigger, de igen. valójában a puska töltény az, ami ott alatt robban. Így van. És ez ez, 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 elgondoltunk, hogy ez egy olyan ígéret, ami, ami egy nagyon nagy ígéret, viszont, viszont nem elérhetetlen. Uh -huh. és, ja. és mindenképpen egy nagyon jó célkitűzés, egy, egy szenvedélyes célkitűzés, hogy én egy trigger-free life-ot akarok magamnak. Uh -huh. Érted? És, és ne, ez nem az van, hogy. hogy, hogy és ezt onnan fogom tudni, hogy, hogy erre felé haladok, hogy egyre több trigger sikerül, Ö, ö, mint egy bomba, ugye hatást tanítani. Ö, és ami még fontosabb, és ezt mondom a, a kurzusban, hogy az az ígéret, hogy find the treasures in your triggers. Tehát, mm. hogy minden trigger mélyén ott van valami ajándék, valamilyen kincs, valami gyöngy, ami, ami neked magadat akarodott valamire figyelmeztetni, és tulajdonképpen a kurzusnak már több szintjét ö, ö, vázoltam föl és terveztem meg. Most az első szintjét vettük föl, Kosztarikában, amúgy a dzsungelben a elvonuló helyünkön, tehát zseni az egész, és, és ebben a szintben már nagyon sokat tudok adni abban, hogy hogyan tudunk tudatosabbak lenni, avval, hogy ezeket a triggereket, ennek a triggereknek a mélyére megyünk, tulajdonképpen megfejtjük őket. Nagyon jó hallgatni, Bali. Be is linkeljük majd a videó alá, de aki szeretné hallani, és szóban is rögzíteni, szeptember 7-én 7 óra 30-kor van egy webinárium, ja. illetve szeptember 14-én este 6 óra. Akkor aki nem a rólam szóló angol nyelvű könyv bemutatóra jön a Magyar Zeneházába, az menje karafiát, Bali, webináriumára. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Egy élmény, egy öröm, egy meleg-meleg-meleg forró találkozás volt veled ismét, Bali, mint a a, sőt, ahogy mindig. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a kis monoszlói remeterakodból, és akkor találkozunk legközelebb. Ölellek. Én ölellek. Szia, szia.